mellett Gyula várt kiemelt jelentőségűvé. A többszintű védelmet a mai napig megmaradt téglavár, az egyörül téglából épült trapéz formájú külső vár. Ennek délnyugati sarkán egy ma is látható ágyútorony, a téglavár körül felépített öt bástyával ellátott paránfal, valamint az ehhez kapcsolódott földből és fából épült négy bástyás huszárvár. 1566-ban Szulejmán szultán főseregével az Íny Miklós vezette Szigetvár ellen valót, sógorát pedig Gyula ellen indította. Bertek Pasa július 2-án érkezett meg, mintegy 30 ezer katonával Gyula alá. A várat és a hozzátartozó uradalmat ekkor már 6 éve Kerecsényi László, korábbi szigetvári kapitány irányította. 1566 nyarán nagyjából 1500 magyar és ránc lovas, illetve gyalogos, valamint mintegy 600 német gyalogos volt a várban. Az erődítmény nehéz tüzérséggel meglehetősen gyengén volt felszerelve. Mindössze 22 különböző kaliberű ágyú, valamint tarackát rendelkezésre. Utóbbi röppályája a rövidebb csőm miatt ívelte, ezért az ágyú által ellenérhető, takarásban lévő területek lövetésére használták. A sülénnyel körülvett város pár napig tudta tartani Kerecsényi, mert a fehérkörös magas vízszintje miatt a támadók megtorpantak. A várostroma a huszárvár támadásával július 11-én kezdődött. Az ostrom tüzérség négy különböző pontról lőtte a palánkat, miközben az előtte lévő árkot röncsével és földet töltötték fel. A huszárvár megmondált bástyái alól kivarták a földet, fát vittek a helyére, amit megtudottak. Így próbálták gyengíteni a vívvalat. Ekkor esett el az első magyar tiszt. Olcsárovics Demeter hadnagyot egy szilánka homlokán megsebesítette, sebe pedig néhány napon belül elfertőződött. Hogy megoszta a védők figyelmét, július 20-án hajnalban Bertek Pasa négy helyen rendelt el rohamot. Délig tartottak a harcok, amiben Hegyei Miklós szeme felett talált fel egy öltöző, harmadnapra a halálát okozta. Látva, hogy gyalogos rohammal nem tud beérni hatolni, a Pasa oldalról kezdte átűzni a palánk falat. Így az utódjuk az agyaktapasztást nem tudták annyira rongálni, hogy a felszínre kerülő gerendákat meggyújthassák, réseket ütve ezzel a falban. A Pasa számítása bevált. Július 25-én a védők kénytelenek voltak a belső várba visszakúzódni. Az ostromlók már aznap éjjel elkezdték azokat a sáncokat építeni, ahonnan aztán lőni tudták a téglafalat. Augusztus 3-án villanatkor indult az újabb roha. Ezt Földvári István és Gici János Beglerdék is súlyosan megsebesült ekkor. A védők helyzete persze mindezek ellenére is egyre kilátástalanabbá vált. Augusztus 18-a vagy 19-e volt, amikor a ma is látható gótikus téglavárba szorultak vissza. Kerecsényi már másnap fegyverszünetet kért a Pasától. Ez többeknek nem tetszett a várra. Jászlókás Korkoláb és Gici János kérdőre is mondta a várkapitányt. A tárgyalások a vár feladásáról augusztus 30-áig folytak. Kezesként a felek túszokat küldtek egymáshoz. Bertek egy alacsony rangú hivatalnokot és két zsoldos gyalogost. Kerecsényi pedig három vitézt. Budai Jánost, Sárkány András és Tomkötő Albertet. A sikeres tárgyalások után Kerecsényi 4000 kallért küldött a janicsárok vezetőjének, hogy ez lecsendesítse zsoldosait. A védők szeptember 2-án déltájban kezdték meg a kivonulást. Először szekereken a sebesült beteg katonák és a várba menekült köznép hagyta el a várat. Már a nap is lemegőben volt, amikor a német gyalogosok, azután a magyar gyalogság, utánuk a lovasság és legvégül Kerecsényi vonult ki, a Pasa által beküldött túszokkal. Gyulától Legyimértföldre járhattak, amikor a megállapodás ellenére az oszmán katonaság a kivonulókra tört. Kerecsényit elfogták, Nándorfehérvárra húzolták, majd hamarosan ki is végezték. A vár feladása abban a korban árulásnak számított. Azonban figyelembe vesszük, hogy több mint két hónapig védte Gyulát külső segítség és felmentés reménye nélkül, az erődítmény pedig az oda beszorult, víz nélkül maradt és járvány tizedelte civil lakosság védelme érdekében adta fel, Kerecsényi László megérdemli, hogy hősként gondoljuk rá.